Egy magyar kupé ezüsttel és az Extraliga második helyén állva zárt a Csonka idényt a Fátum Nyíregyháza. Bár a játékosokban, edzőkben és a vezetőkben is maradt hiányérzet a befejezetlen bajnokság miatt, már a jövőre koncentrálnak a klubnál. Továbbra is Németh Szabolcs lesz a szakmai munka első számú felelőse, és a meglévő játékosok is elkezdték a kis csoportos edzéseket. A tavalyi bajnokság március közepén félbeszakadt. A mostani időszakhoz képest ugye ez 2,5, majdnem 3 hónappal ezelőtt volt. Ez pont az az időintervallum, ami a bajnokság vége és az augusztusi felkészülés szokta magából lenni, ugye a pihenésük. Ez a májusi időszak amúgy egy ilyen fakultatív része a programnak, de a lányok, mondom, már eltelt ez a 2,5-3 hónap ugye a megszakítás után, már igényelték a labdát, hiányzott nekik a labda, és most ugye lehetőségünk nyílt arra, hogy bejöjjünk a terembe, így ezzel a kis csoportos foglalkozásokkal elkezdtünk úgymond technikailag olyan fajta képzéseket csinálni, ami mondjuk effektíve hiányosság volt, amiket pontosítani, fixálni kellett, és erre nagyon vevők a lányok is. A vezetők tárgyalnak külföldi és hazai játékosokkal is, az már biztos, hogy a center Pintér Andrea marad Nyíregyházán. Egyrészt örültem, hogy a vezetőség szeretett volna velem hosszabbítani. Nagyon úgy nem gondolkoztam másik csapatnál, hiszen úgy gondolom, hogy az elmúlt szezonunk szerintem úgymond jól alakult. Igazából a vírus miatt hamar vége lett, azáltal nem tudtuk megmutatni, hogy igazából itt a végére, hogy is szedtük össze magunkat, de úgy nem kellett ezen sokat gondolkodnom, szerettem volna itt maradni. Továbbra is a csapat tagja lesz a saját nevelésű liberó Tóth Dalma, aki egyetemi tanulmányaival foglalkozott a kényszerszünetben. A kezdetekben nagyon nehéz volt azt feldolgozni, hogy vége lett a szezonnak, és nem tudtuk befejezni úgy, ahogy szerettük volna, de igazából ehhez hozzá kellett szoknunk. És úgy gondolom, hogy az iskola és az egyetemi tanulmányaim kitették ezt az időszakot, és teljesen mértékben tudtam a tanulmányaimra koncentrálni. A Nyíregyházi együttes a következő idényben is kilép a nemzetközi porondra, és az sem kizárt, hogy a csapat a legrangosabb sorozatban is kipróbálhatja magát. Annyit lehet jelen pillanatban tudni, hogy a CEF kupa 100%-osan biztos, tehát ott biztosan el fogunk indulni. Mind a csapat, mind a szövetség megkérte az Európai Röplabda Szövetségtől a szabadkártyát a Bajnokok Ligája indulásra. Erre elég nagy esély van, de jelen pillanatban úgy kommunikáljuk, hogy 50-50%, mert ugye jelen pillanatban nem tudunk semmit, mert még az Európai Röplabda Szövetség is szervezi a következő évi versenynaptárát, amint az megvan, gondolom erre is sort fognak keríteni. A csapat szeretne, mert a csapatnál az előrelépés a cél minden egyes évben, szeretnénk előrelépegetni. Ez egyfajta előrelépés lenne, hogy megmérettessük magunkat tényleg a legjobbak között. Én azt tudom mondani, ami biztos, az a CEF kupa, és reményeink szerint esélyt kapunk arra is, hogy a Bajnokok Ligája selejtezőjében megmérettessük magunkat. A Nemzetközi Szövetség döntése értelmében az olimpia miatt jövőre a megszokottnál hamarabb április 18-áig be kell fejeződniük a nemzeti bajnokságoknak. A magyar extraliga kezdési időpontja még nem ismert, annak függvényében áll majd munkába a teljes nyíregyházi csapat.